Hol van már a hol videó? Mikor lesz már hol? Bombáztok egyfolytában ezekkel a kérésekkel, üzenetekkel, és hoztam ma nektek egy hol videót. Fel is próbálom a ruhadarabokat, méghozzá olyan helyeken vásároltam, képzeljétek el, ahol nem szoktam. Jó, van két H&M-es dolog is ebben a kupacban, de Turkálóban voltam, és az Orszéban voltam. Elmondtam szerintem már nektek a Turkálókról a véleményemet. Én nem találom ezeket rossz dolognak. Régebben én is jártam, amikor nagyobb méret voltam, mert szerintem így nagyobb méreteket találni ott könnyebb, vagy nem is tudom. És azt is elmondtam, hogy én igazából azért nem járok turiba, mert itt a környékünkön nincs jó turi. Győrbe van háda, azt hiszem leghamarabb. Úgyhogy igazából ott voltam most, és azt is elmondtam még régen, hogy idegállapotba kerülök mindig, mert ugye meglátok egy jó dolgot, és akkor nem az én méretem, és akkor az így már így. Óriási köszönet a magyar egészségügynek, hogy el tudtam menni turkálózni, ugyanis Győrbe voltam a kórházba, és konkrétan mondták, hogy hát van egy 3 órája, tölts el, ahol tudja. És aki valamennyire ismerős Győrben, az tudja, hogy a kórházzal szemben ott van a pláza, és hát mit volt mit tenni, megvártam még kinyit, ugyanis tök korán reggel volt, bementem, hát aki tudja, hogy milyen ez a pláza, igen, ez nem bővelkedik nagyon fancy és nagyon szuper boltokban, sőt, igazából nem is tudom, van Orszay, meg Háda, és Deichmann, vagy nem tudom, ilyen boltok vannak benne. Én úgy voltam vele, hogy hát, hogyha van valami jó film, akkor beülök egy mozira, de aztán így nem volt. Hát mit volt mit tenni, bementem a turkálóba, és tök jó darabokat szereztem még hozzá, még extra 50%-ot is kaptam rá. Úgyhogy megmutatom nektek a turkálós szerzeményeket is. Vettem egy ruhát az Orszéban, értitek, ilyen boltokban, amire így azt mondanám, hogy hát be sem megyek. De így legalább látjátok azt, hogy én nem vagyok ez a földhöz ragadt, csak a Zarában vásároló ember. Úgyhogy nézzük is a ruhákat, és valószínű, hogy fel is fogom nektek próbálni. Nem tudom, hogy még mennyi időm lesz, de valahogy majd így megoldom. De kezdeném is a turkálós darabokkal. Igazából két ruhát és egy inget vettem 2100 forintért. És ami rajta volt árából, még 50% lejött, úgyhogy tényleg 100%-ig megérte. Kezdeném is az inggel. Ez egy Wallis márkájú ing. Chloe-ra emlékeztetett a tervezőre, vagy annak a kollekciójának, tehát a bemutatóján láthatunk ilyen, nem is tudom minek nevezzem, milyen mintának nevezik ezt, török minta. Nem tudom, ez a bohókásabb stílusú minta, nagyon tetszik a színe, mindene. Én nem vagyok ez a nagyon bohókás stílus, az előző videómban el is mondtam, de valahogy kicsit az, hogy az anyaga az ilyen szaténos, ezt a bohókásságot ezt egy kicsit így csillapítja, egy kicsit még elegánsabbá teszi. Mondom, fel fogom próbálni. Ami még nagyon meggyőző volt nekem, ezek a szép gombok. Én nagyon szeretem mindig, hogyha gombok azok így be vannak vonva ugyanazzal az anyaggal, mint maga az ing. És ez egy elég hosszú dolog. Tunikaként is hordható, én mondjuk nem szeretek így tunikákat hordani. Fürdőruha fölé is tökéletes, és én úgy próbáltam igazából, hogy farmerre, és megkötöttem itt a derekamnál, úgyis tök jó. Úgyhogy ez egy szuper darab, az ára pedig 900 forint volt, de én 450 forintot fizettem érte. A következő ruha az egy pici átalakítást fog igényelni, ugyanis ez egy 8-as méret, azaz 36-os méret, és kicsit innen a felső test részéből szerintem be fogok vetetni, hogy tényleg szuperül álljon. Meg is mutatom. Majd felvéve fogjátok látni. Ez egy csodálatos ruha szerintem, ezekkel a kis érdekes nyakmegoldásokkal, és itt hátul kivágással. És megmutatom a mintáját, nem is tudom. Virág? Lepke minta? Nem tudom, hogy milyen mintája van. Ilyen foltos dologról beszélünk. Nagyon megtetszett így a színkombináció. És hát a márka az pedig Limited Edition, nem tudom, nem hallottam még róla. Igen, ez a márka, nem a ruha Limited Edition. Úgyhogy igen, ezt el fogom vinni a varrónőhöz, és 1200
249 forint volt. Megmondom őszintén, hogy most megnéztem a számlát, és nem tudom, hogy hogy fizethettem igazából 2100 forintot mindezért, ugyanis ennek a fele, tehát hogyha mindennek levonom még a felét, az nem annyi, az is több még, úgyhogy fogalmam sincs, hogy miért fizettem annyit, teljesen mindegy. Az utolsó turkálós darab, amit beszereztem, annak igazából nagyon megörültem, amikor megláttam, csak a színében nem vagyok biztos, de az árát tekintve úgy voltam, hogy nem érdekel. Ha nem áll jól, akkor is nagyon tetszik, tehát hogy a színe nem áll jól, lehet. Fogalmam sincs, soha nem hordtam még ilyen színű bármit. Ez pedig egy kis rövid overall. Nem tudom, mennyire látjátok, ki van vágva így a has részénél, és így a kar kivágása is ilyen érdekes. Nagyon tetszik ez a geometriai megoldás. És viszonylag egész rövid, de nem nevetségesen rövid, úgyhogy szuper. A Topshop-tól van 34-es méret, úgyhogy ez tökéletesen passzol igazából. Kicsit retkes, úgyis mindegyiket ki fogom mosni itt a háta. De úgy láttam, hogy kijön belőle. Lehet, hogy nem áll jól a színed, de egyszerűen ezt nem tudtam otthagyni. Úgyhogy ezért is 1249 forintot fizettem. Amúgy az anyaga szuper, nagyon jó állása van tényleg, tehát hogy megáll szinte magában, szépen bélelt, de annyira így a brit bloggereket, vloggereket, hogyha nézem, annyira nem szoktak panaszkodni a Topshop minőségére, és nem is egy nagyon olcsó kategória, ahogy én így néztem. Fel fogom ezt is próbálni, és ennyit a turiról. A hád a turi után az Orszéba vezetett az utam, ugyanis olyan szinten nem tudtam magam ott hova rakni tényleg, hogy igazából bementem kb. Majdnem mindenhova. És mondtam az Orszéről, közben itt kötögetem a ruhát, hogy normálisan meg tudjam mutatni. Nem annyira az én márkám, néha találok egy-két dolgot benne, de inkább így anyukámnak szoktunk onnan vásárolni, de hogy így nem rossz, tehát hogy nem utálom, de így annyira nem szoktam bemenni. Hát most bementem, és meglepődésemre egy tök jó ruhát találtam, tök jó áron. Ez egy nagyon romantikus, fodros kis ruha, majd a felvevős részben, felpróbálós részben jobban látjátok, igazából gyönyörű virág minta van rajta, és bélelt, pamut bélése van, úgy tudom. Amúgy elég izzadós anyag lenne a bélés nélkül, de a bélés a szuper benne. Ez már volt rajtam amúgy, és nem annyira nagyon meleg. Amiért ez nekem megtetszett, az, hogy kicsit emlékeztetett a britek Zimmermannek hívják, én Zimmermannak fogom nevezni ezen túl, mert Schlafenessen, én így mondom, és kész. A Zimmermann nevezetű tervező ruháira, nem tudom, hogy találkoztatok-e vele, én úgy tudom, hogy ez egy ausztrál divatház, gyönyörű, virágos, fodros dolgokat csinálnak, egyszerűen lefosom a bokám tőle, tényleg számomra ők maga az inspiráció, úgyhogy egy picikét ez a ruha nekem hajazott az ő stílusukra. Felpróbáltam, és tök jól állt igazából, vagyis én jól éreztem magam benne. Annyi, hogy ez a szín azért engem egy kicsit lesápasz, de azért a virág minta így elvonja a figyelmet arról, hogy ez egy ilyen krémszínű dolog. Ezt is meg fogom nektek ugye próbálni, és az ára pedig, levágtam, várjatok, oda tettem. Amúgy a ruha az egy 36-os méret, de így szerintem tök jól passzol. 11.495 forintról volt 4.500 forintra leárazva, úgyhogy a minőségét tekintve teljesen megérte, tehát hogy nagyon jó minőségű. Múlt héten érkezett meg a H&M rendelésem, amiből úgy gondoltam, hogy fogok csinálni egy ilyen unboxing haul videót, ami így amúgy is nagyon népszerű. De aztán valamit tényleg elcseszerintettek, ugyanis két vagy egy termék nem is volt benne a dobozban, de a szállítólevélre rá volt írva, hogy ott van benne, úgyhogy 40 percet telefonáltam, meg hát mire fölvették az ügyfélszolgálatosok, hogy ilyenkor mi van, meg amúgy is volt egy overall benne, aminek rohadt nagy volt, és úgy voltam vele, hogy
két olyan dolog maradt az egész csomagban, amit meg tudnék mutatni, úgyhogy inkább hozzácsaptam ehhez. Az egyik dolog, azt eddig imádtátok, akárhányszor megláttátok, ez a gyöngyös hajpánt, tehát a H&M-ből van, most már mindenki tudja, és már nem lehet kapni, bocsi. De a telefonba engem felvilágosítottak amúgy, hogy minden héten érkezik hozzájuk új készlet, úgyhogy érdemes lecsekkolni online, hogy azt mondta, hogy rakjam bele a kedvencekbe, hogyha esetleg megvenném még abban a méretben, ami nincsen, és nézem meg minden héten, hogy ott van-e. Jó, köszi. Jobb helyeken mondjuk, mint például Zara, Zalando. Küldenek értesítést arról, hogyha elérhető a termék. Hát itt nem, én meg nem fogom minden héten megnézni, hogy tényleg megvan-e az a felső, ami az én dobozomban nem volt benne, ki kellett fizetnem. Úgyhogy most még mindig már egy hete várok a pénzre, hogy visszajöjjön. Hát nem tudom. De mindegy, ennyit a panaszkodásról. Azt akartam ezzel mondani, hogy érdemes azért mindig lecsekkolnotok, hogy visszatér-e készletre ez a hajpánt. De pörgessük fel az eseményeket. A második dolog a rendelésemből, ami nagyon tetszett, és nagyon kényelmes, és nagyon tetszik, az ez. Az Espadrille szandálnak mondanám, mert a hátulja nyitott. Kis nyári cipellő. Tudjátok, hogyha régebb óta néztek, hogy nekem van egy nagyon hasonló ilyenből, és sokan keresitek is online, és én is keresem azt a cipőt online. Az annyira kényelmes, én végigjártam benne Barcelonát, felépítésre hasonló. Sehol nem lehet kapni, én megnéztem Ausztriában is, és online, és Magyarországon is, tehát hogy ki van fogyva a méret. Nagyon sajnálom, mert abból vennék még 5-öt is igazából. De mivel nincsen, ezért rátaláltam erre, ami szintén tetszett. Nyilván az, hogy fehér. Én a fehéret azért mindenhez nem tudom felvenni, vagy mindenhez nem szoktam felvenni, sokkal inkább ezeket a nude színeket szeretem, és már hordtam is, azért ilyen kicsit retkes a talpa. Megmutatom közelebbről. Ilyen, hogy hívják ezt? Azsúrozott anyag? Nem tudom. Ilyen anyagú, igazából ez messziről annyira nem látszik, de ad egy ilyen kis nyárias stílust ennek a cipőnek még inkább. És akkor van egy ilyen kis kötője, ami így keresztezi a lábfejedet, szerintem szép. Biztos vagyok benne, hogyha kiveszed innen, akkor csak a bokát körül is lehet tekerni, tehát ez még annyira nem nézegettem meg, majd lehet, hogy úgy is kipróbálom. Úgyhogy kényelmességre ugyanolyan, mint a másik, tényleg azt mondanám, hogy ugyanolyan kényelmes. És nagyon remélem, hogy ez is olyan hosszan tartó lesz, mint a másik. Tényleg ez már rohad le a lábamról szó szerint, de még mindig kordom, majd kidobom, hogyha darabjaira esik. Nyilván, mivel ez fehér és szövet, tehát jóval kényesebb, mint a másik, a kosz az hamarabb meg fog rajta látszani. Én úgy gondolom, hogy azt hiszem 6000 vagy 7000 forint körül lehetett, nem vagyok benne biztos, nem tudom. Ez egy jó ár érte, szerintem érdemes ezekre beruházni, mert nyári ruhákhoz ez egy tökéletes választás, és tényleg kényelmes. Azért elmondhatom, hogy ennek a videónak, legalábbis ezeknek a megvásárolt dolgoknak a 80%-a egy ilyen unexpected shoppingból származik. A következő is, méghozzá az utolsó ruhadarab, amit tegnap sikerült beszereznem a Tesco-ban, ugyanis tiramisuhoz mentem alapanyagért. És betévedtem a gyerek részlegre a Tesco-ban, de azt is csak Gabi miatt meggondoltam, hogy nézek a kisbabának egy-két dolgot, de aztán elterelte a figyelmemet a nagylány részlegen lévő szín kavalkád, és találtam is magamnak egy szuper rugdalózót. De meg is mutatom a kis szerzeményemet, nem tudom mennyire látjátok, de ez egy ilyen kis overall fodros aljjal. Tehát ezt utcára nem fogom felvenni, igen, elmondtam az előbb, és a sárga az amúgy sem az én színem, de nem tudjátok elképzelni, hogy én nyáron ezeket otthon mennyire szeretem. Én nyáron ebben élem le az életemet, ezekben a kis overallokban főzök, mosok, takarítok, sütök, kutyázok, stb. Nagyon szeretem őket, és ennek is szuper anyaga van, és talán annyira nem is nézek ki benne nevetségesen, de igazából még az sem érdekelne. Jár hozzá egy póló, tehát hogy ez így külön van igazából. Hát egy fehér póló, aminek ismét szuper pamut anyaga van, és tök jól állt ez a fehér póló, amikor megpróbáltam. Ezek mindig hasznosak,
alapdarabok farmerrel, én ugye a fogászaton is használom őket így aláöltözőnek, úgyhogy igazán megérte az árát, ami 1565 forint volt ezért a kettő cuccért, úgyhogy 12-13 éves, tehát 158 cm-es méretben vettem meg, és hát szerintem ezt is felpróbálom, mondom, elég nevetségesen nézek ki benne, de azért fontos, hogy gyakorlatias dolgok is legyenek a ruhatárodban. Hát srácok, ennyi lett volna a mai Csekély Haul videó, de hát ezek azok a dolgok, amiket beszereztem, és igen, igazából jó ötlet volt bemenni a Turkálóba, jó ötlet volt bemenni az Orszéba, ugyanis soha nem tudhatod, hogy hol találsz mit. A Turkáló azért is szuper, mert tudatosabban vásárolunk, és nem szennyezzük annyira a környezetünket, ezt is tudom. Én minden esetre azért szeretek ettől függetlenül még a Zarában vásárolni. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!